Sziasztok, Zaglóba vagyok, ez pedig itt egy nagyon gyors telepítési segédlet Medieval Kingdoms 1-2-1-2-höz, Anno Domini. Ugye 7 nap után a fejlesztők belátták, hogy elég sokan kérték a 4 kör per év modot, ki is jött. Én is beleestem abba a csapdába, hogy elfelejtettem elolvasni a leírást. Ugye itt írják, hogy ha véletlenül valaki telepíteni a módot és nem működik, akkor nagyon egyszerűen, ugye itt a Load Order segítségével egyszerűen csak húzzátok föl az első helyre. Hát az a lény, vagy hát lehet, hogy a script megelőzheti, nem tudom, ezt nem próbálgattam. Én kapásból felhúztam az első helyre és működött a második próbálkozásra. Maga a mód telepítése rendkívül egyszerű. Már a komplex, tehát a teljes modé, ugye minden Medieval Kingdoms modot fel kell telepíteni. Ezt tulajdonképpen írja is. Ugye itt, hogyha kellene ehhez valami másik mód, akkor itt megjeleníteni. Tehát ugye azt akarom megnézni. Ez tulajdonképpen nem ugyanaz a műhely adta ki ezt a modot, mint akik csinálták a rendes játékhoz a tartalmakat. Hát itt látjátok, hogyha bejöttök mondjuk az Alpha kampánynak a felületére, itt kiírja az összes modot, ami kell hozzá, amire még fel kell iratkozni a Steam-en belül. Rendkívül egyszerű szerintem így innentől, tehát mindegyikre rákattintva ott föl is tudtok iratkozni. Van leírás hozzá, és ugye itt elolvashatjátok, hogy a fejlesztők szerint mi az, ami az ő koncepciójukból még hiányzik. Tehát itt van vázlatszerűen ugye pápai választások, ugye, vagy hát ezek a kardinális, azok bíborosok, nem? Tehát mind a Med-2-ben. Akkor ugye a római birodalomnak a, hát ez nem is tudom mi akar lenni ez a rendszer. Talán majd valami, nem tudom, hogy ezt hogy fogják tudni beletenni a játékba. Zsoldosok ugye, amit már megnéztünk, ugye ki is tértem rá a streamben is, illetve több az egységbemutatókban is folyamatosan majd emlegetni fogom. A zsoldosokról külön fogok majd csinálni videót. Tengeri csaták nekem nagyon nem hiányoznak, lehet, hogy valakinek igen. Aztán az 5. keresztes hadjárat, illetve lecsengése hiányzik magából a modból. Republic Mechanics, ez az olasz kereskedő államoknak a működését hivatott szimbolizálni, ez is hiányzik. Illetve ugye a kiterjesztett, vagy hát a teljes fejlesztés fa nincsen kész, tehát tier 2, tier 3 része, ugye láthattátok, hogy teljesen hiányzik a módból. Aztán itt vannak ugye a gyakran ismételt kérdésekben megválaszolják a főbb dolgokat. Nagyon egyszerű dolgotok van, itt mindent elértek. Kapásból láthatjátok, hogy az első menüpont, vagy első téma, ez egy kör per év, az szörnyű. Tehát nem csak én jutottam el erre az álláspontra a mód megjelenését követően, hanem rengetegen, tehát azért is jelent meg kapásból a egy kör per év mód. Sajnos egyébként sajnos ez a funkció, ez a mód nem működik. Ha valakinek van, ez azt hiszem Magnar módja, igen, Magnar egy nagyon jó kis modder amúgy. Tehát hogyha valakinek van infója, hogy van működő, az Attilához működő ammu, tehát lövedék újratöltés szab, vagy hát mod, akkor az kérem nekem jelezze, mert szeretnék egy hasonló módot. És még, hogyha tudtok olyan módról, bárhol, bármilyen felületen, ami az ostromokban kikapcsolja az ikonokat, a városfalról, tehát a győzelmi pontokat, azt is megköszönném. Nem találtam eddig. A Rome 2-höz volt, de
Az a helyzet, hogy nekem kéne megint moddolni, de annyira nincs türelmem hozzá. És annyi mindent szeretnék most megint hirtelen kipróbálni, bemutatni, hogy egyszerűen erre nem lesz lehetőségem. Na, tehát itt lényegében az a lényeg, hogy jó megmondtam, de az a lényeg, hogy a 4 kör per évet húzzátok az első helyre a Load Ordernél, és akkor működni fog a 4 kör per év módosítás nálatok is. Tából ennyi. A Three Kingdoms-szal szemezgetek már ideje, hogy megveszem. Jelenleg még egy kis beérkező támogatásra várok, és akkor meg tudom majd venni. Remélem, hogy még idén, bár úgy néz ki, hogy nem fogom tudni szerintem idén megvenni. Január 16-án érkezik hozzá egy DLC, amit meg fogok kapni. Tehát addig mindenképp szeretném beszerezni a Three Kingdoms-ot, és akkor fogok vele játszani. Lehet, hogy már előbb is, nem tudom, majd meglátom. Még a jövő zenéje. Az ünnepek között úgyis megtudjátok, hogy megvettem a Three Kingdoms-ot, vagy nem, vagy csak januárban fog ez megtörténni. Szeretném megvenni az ünnepek között, de hát jelenleg nincsen rá keret, sajnos. Főleg úgy, hogy megint a gépjárművem sikerült beletankolni az E10-es benzint, és hát úgy néz ki, hogy ez nem tett túlságosan jót, úgyhogy valószínűleg a fontosabb kiadásom lesz a paripát ismét meghegeszteni. Hát nem hegeszteni, de egy új, hogy mondjam, tehát egy újra beállítást kell eszközölni a motorom, mert ez nagyon nem tesz jót neki ez az új üzemanyag. Vagy prémiumot tankolok bele, tehát értelemszerűen az csak viszi a lóvét. Three Kingdoms majd akkor lesz, hogyha lesz rá megfelelő mennyiségű összeg, amit fel tudok erre áldozni. Na, hát ennyi lett volna. Próbáljátok ki ezzel a 4 kör per évvel a Medieval Kingdoms modot, és írjátok meg a véleményeteket, akár ide a készítőknek, Steamre, nekem, kommentbe, vagy a Facebook oldalra, vagy bárhova. Kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a véleménye, de hát még mindig azt mondom, hogy nincs kész a mod, tehát fölösleges, messze menő kampányokat vívni. Láttam már YouTube-on rengeteg külföldi elkezdten, egyszerűen nem értik meg, hogy nincs értelme játszani. Minek játszol, ha nincs kész valami? Jó, teszt, de hát mit teszteljek? Tehát készítőkön múlik úgyis. Mert beküldözgethetném a bugokat, de úgyis van benn még. Tehát meg kell várni, míg ez béta lesz. Béta gamma között, és akkor majd beszélhetünk arról, hogy milyen a kampány. Mert addig, amíg lényegi dolgok hiányoznak a koncepcióból, addig nem érdemes. Sőt, hát még finomítani kell azt is, hogy mi, hogyan. Tehát azt se értem, hogy a 4 kör per év az hogyan finomítja majd ezt a jelenlegi kezdetleges kampányt. És hát hogyan idomul hozzá. Tehát még ezt is ki kell próbálni. Mert még azt sem biztos, hogy csak simán 4 kör per év, de lehet, hogy vannak olyan hiányosságai, hogy itt írja, hogy át van állítva, az rendben van, de ez még kevés. Tehát volt az Európa Perdita modnál is, hiába csinálták meg a 4 kör per évet, vagy a 12 kör per évet, ha egyszerűen nem voltak hozzáigazítva az idők. Tehát rendben van, hogy ugye az alapkoncepció 1 kör per év, akkor a 4 kör per évnél hozzá kell mindent igazítani, és ez nem olyan egyszerű, főleg egy ilyen modnál. Tehát ez már régóta van, hát ez már a Met 2-ben is probléma volt, amikor valamilyen modot átállítottál 4 kör per évre, vagy ezért volt jó az Európa Barbarodon 2, mert ott a script eleve úgy volt megírva, a script is. Tehát itt még rengeteg sok mindent kell változtatni ezen. De mondjuk jó, más a két játék struktúrája, meg felépítése, programozás szempontjából gondolom, de akkor is finom hangolni kell még bőven.
Jó, tehát akkor holnap azért, nem tudom, hogy holnap valamilyen streambe esetleg belenézünk ebbe a dologba. De lehet, hogy Imperátor lesz, mert a Hoi 4-ben nem megyek vissza. Rájöttem, hogy nem csináltam én a törökökkel ott hülyeséget, amikor Aleppót, vagy azt a területet ott elkértem a Szíriából. Tehát ott azért az nem volt, az annyit nem ér, hogy ezt streambe visszamenjek oda. Tehát holnap vagy Imperátor stream lesz, vagy esetleg újra Attila Medieval Kingdoms, vagy Britannia Saga, majd még eldöntöm. Jó, hát ennyi lett volna nagyjából ez a kis szösszenet. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!